Beléptek a 21. századba, 23 milliárdból újult meg a klinikai betegellátás. Kihirdették az adventi kirakat verseny eredményeit, egy véleményen a közönség és a szakma. Az országos eredményességi ranglista negyedik helyén a Pécsi Forma Fit Sport Aerobik Egyesület. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják december 22-én, kedden. Tartsanak velünk! Több mint 23 milliárd forintnyi uniós forrást fordíthatott a Pécsi Tudományegyetem klinikai központja a 2010-től napjainkig tartó időszakban az egészségügyi ellátás fejlesztésére. A támogatásból felújították az egykori 400 ágyas klinikát és a sürgősségi betegellátó osztályt, új épületet kapott és kap a rehabilitáció és az onkológia, és emellett számos nagyértékű diagnosztikai és terápiás eszköz is beszerzésre került és kerül. Ezeknek köszönhetően magas színvonalú a 21. század elvárásainak megfelelő ellátást kapnak mostantól a pécsi, baranyamegyei és a dél-dunántúli régióból érkező betegek. Az elmúlt 5 évben megvalósult fejlesztési programok ünnepélyes lezárását kedden tartották az intézményben. A rendszerváltozás óta ilyen mértékű egészségügyi infrastruktúra fejlesztés itt Pécsett egyértelműen nem történt, és a rendszerváltozás előtt is egészen 1966-ig kell visszamennünk, hogy egy ekkora egyszerű beruházásra példát találjunk, ami egyébként nem volt más, mint ahol most állunk, ennek a 400-as klinikának az eredeti felépítése. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő. Múltkor egy ilyen értekezleten azt mondtam, hogy nekünk tulajdonképpen a 21. század, én úgy gondolom, hogy ezzel kezdődött el. Tehát a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának és egészségügyi ellátásának, hogy ez az objektum átadásra került. Januártól a pécsi közlekedők, főként a helyi járatú buszokon utazók számára újdonságot jelent, hogy a városüzemeltetési feladatokat ellátó Biocom Nonprofit Kft. Divíziója, a mobilitási központ végzi az integrált városi közlekedés tervezést. Ezért a tömegközlekedés tervezéséhez, a buszmenetrend kialakításához, az ügyfélkapcsolatokhoz, a jegy- és bérletértékesítéshez, az ellenőrzéshez köthető feladatokat a központ látja el. Az átalakítás legfőbb célja, hogy minden közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés kapcsolódjon akár a gyalogláshoz, a kerékpározáshoz, a parkoláshoz, a közúti infrastruktúrához, a tömegközlekedéshez, egy társaság koordinációja alá kerüljön. Ezáltal az ügymenetek gyorsabbak, hatékonyabbak lesznek, a rendszer koherensé válik. A közösségi közlekedési szolgáltató a jövőben is a Tükebusz ZRT marad. Közel 1000 új munkahely jött létre Pécsen az elmúlt egy évben. A város megállapodott a kormánnyal a Modern Városok programról, és 2020-ig több mint 50 milliárd forintnyi beruházás valósul meg a városban. Ezzel együtt, és talán éppen ezért lesz tennivaló bőven a következő években a megyeszékhelyen, mondta Páva Zsolt polgármester a pecsma.hu-nak. Tavasztól már kizárólag olyan buszok közlekednek majd a városban, amelyeket a pécsi buszcsereprogram beindítása után szerzett be a város. A szintén tavasztól várhatóan komoly forgalmat bonyolít majd az új pécsi állatkert. Elkezdik építeni az új vásárcsarnokot is, és a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát. De ne feledjük, hogy felpörög az uniós támogatási rendszer is, amelynek köszönhetően várhatóan komoly beruházások történnek a magánszférában, a munkahelyteremtő gazdasági társaságoknál is, mondta Páva Zsolt polgármester. A pont ma vendége Csizi Péter országgyűlési képviselő, aki szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Találkozásunk apropója pedig azt, hogy most Kertvárosban az elmúlt időszakban 199 karácsonyfának való fenyőfát osztottak ki, úgy tudom, egyéni képviselők, és a 200-adikat azt a polgármester úrral, Páva Zsolttal közösen adták oda egy rászoruló családnak. Mit lehet tudni erről a családról, és magáról erről az egész hagyományról, amely úgy tudom, hogy tavaly indult el? Tavalyi kezdeményezésünk, hogy a legnagyobb szegénységben lévő családokat, ahol van gyermek és kisgyermek, úgy próbáljuk segíteni, hogy egy karácsonyfának való fenyőfát ajándékozunk, hogy a hangulat, karácsony hangulata és karácsony hangulatának-e elengedhetetlen eszköze az ne hiányozzon az adott családból, mert sajnos több olyan család van, ahol vagy nem, vagy nagyon nehezen tudnák megvenni a karácsonyfát, és igenis 200
karácsonyfa az nagyon hamar elfogy egy Pécs nagyságú településen, és 200 család meg nagyon örül annak, hogy ilyen segítséget kapnak. Egyébként ez a kezdeményezés így karácsonytájt nem elsődleges, hiszen ha összerakjuk, hogy ilyenkor van téli tűzifaosztás, és élelmiszercsomagot is hozta a polgármester úr, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy a karácsony előtti napokban, egy hétben, kicsivel kevesebb, mint két hétben, több mint 500 család kapott olyan segítséget, amivel a családi plusz kiadásokat, karácsony előtti plusz nehézségeket tudtuk pótolni, és ma is egy olyan családnál voltunk, ahol nem is az a legfontosabb, hogy karácsonyfát vittünk ajándékba, hanem hogy a család együtt tud lenni, hiszen a házaspár még kevesebb, mint fél évvel ezelőtt egy felső Vámház utcai kertben lakott egy ilyen összerakott kis kunyhóban, amikor is áldott állapotban volt már az anyuka, és a gyámhivatal mondta, hogy ha a lakhatást nem tudják megoldani, akkor a gyermeket külön kell választani valamilyen úton, módon a családtól, a szüleitől, és hogy ez ne történjen meg, közösen összefogtuk, és ma egy másfél szavás önkormányzati bérleménybe tudtuk elvinni a lakást, ahol már a pár hónapos csöpség is fogadott minket. Úgyhogy külön öröm az, hogy gyakorlatilag ezzel a karácsonyfával egy családot, szimbolikusan egy családot tudtunk egyben tartani, és egy kisbabának az élete legelső karácsonyát tettük emlékezetesebbé, úgyis, hogy sajnos erre így, ilyen módon nem fog emlékezni, de a család és a szülők viszont igen. Az elmúlt hetekben fenyőfán kívül tűzifát, élelmiszercsomagot is ajándékozott az önkormányzat rászoruló embereknek. Mekkora tételben, mennyiségben történt mindez? Ahogy említettem, 500 család kapott támogatást, és ez, ha a csomagot, élelmiszercsomagot nézzük, akkor ilyen csomagonként 10-15 ezer forint értékben, a tűzifa esetén pedig másfél köbméternyi fát osztottunk szét, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a szokásos önkormányzati segítségnyújtás és törvény által biztosított háttéren felüli támogatás, amit kifejezetten ilyenkor télen juttatunk, és karácsony előtt juttatunk el a családokhoz. Igyekszünk most már egy olyan jó 5 éve arra figyelni, hogy azokat az időszakokat külön segítsük és figyelemmel kísérjük, amikor egy családnak nagyobb kiadás van láthatáron, mint például a karácsony mellett ilyen a húsvét, a nyári időszak, vagy a nyári időszak végén az iskola kezdés. Minden egyes ilyen időszakra külön figyelünk, és civil szervezetekkel, cégekkel, sok esetben a magyar állammal közösen programokat hirdetünk meg, hogy 100-200-500 családnak nyújtsunk plusz segítséget. Ezek a családok az adott helyszínen mennyire hálásak, mennyire érezhető az öröm részükről? Eddig minden esetben azt tapasztaltuk, hogy jó helyre ment a segítség, és rögtön az első pillanatban lehet látni, hogy nem csak azért ment jó helyre, mert az adott család szegény körülmények között van, és valóban nagy segítség az adott adomány, az adott eszköz, amit átadunk, hanem lehet azt is rögtön fel lehet mérni, és lehet azt is rögtön látni, hogy egy adott család a nehéz körülményei ellenére mennyire igyekszik kikerülni a bajból, mennyire próbálja a szűkös anyagi lehetőségeit úgy felhasználni, hogy abból egyébként a lehető legtöbbet nyújtsanak a gyerekeknek, legtöbbet nyújtsanak a család békének, a család meghittségének. Úgyhogy mi külön örülünk annak, amikor ott tudunk segíteni, ahol ugyanannyi akaratot látunk önerőből is, amikor a család is szeretne saját magán segíteni, és gyakorlatilag az önkormányzati segítség csak egy kis lépés ahhoz, hogy a családi segítséggel együtt kijussanak a problémából, kijussanak a bajból.
Két nap múlva karácsony, ha jól számolom, most ezzel akkor az önkormányzat tulajdonképpen az idei ajándékozás, adományozást akkor be is fejezte, vagy van még valami hátra, vagy itt volt vége? Hát az idei évnek itt volt vége, de természetesen januárban folytatjuk, hiszen hogyha krízis lesz megint, krízis időszak jön, ami a hideget jelenti most elsősorban, akkor újabb akciót fogunk majd a tűzifaosztás kapcsán indítani. Csizi Péter, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. A pécsi rendőrkapitányság vádemelési javaslattal zárta le a nyomozást garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt két pécsi férfival szemben. A rendelkezésre álló adatok alapján a 24 éves P. Albert és társa, a 18 éves P. János pécsi lakosok megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy november 3-án 19 óra 30 perc körüli időkben Pécset egy élelmiszerbolt előtt előzetes szóváltást követően tettleg bántalmaztak egy 69 éves férfit. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. A rendőrség a helyszínen végzett adatgyűjtés és tanúkutatás eredményeként azonosította a két elkövetőt, akiket november 11-én elfogtak, előállítottak, majd gyanúsítottként hallgattak ki. A pécsi rendőrkapitányság az ügy iratait a napokban vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek. A Pécs Holding ZRT támogatásával megvalósuló adventi kirakat verseny díjátadó ünnepségét tartották kedden a Nik udvarban. A feldíszített kirakatokra december 5 és 17-e között lehetett szavazni. Idén a közönség és a szakmai zsűri egybehangzó véleménye szerint az abszolút győztes a Buzavirág virágbolt kirakata lett. Köszöntök mindenkit a karácsonyi kirakat verseny díjátadóján. A legszebb, legötletesebb kirakat, mely mind a szakmai, mind a közönség zsűri egybehangzó véleménye szerint az első helyezést érdemelte ki, a Buzavirág virágbolt lett. A győztes kirakat berendezésének titka Gici Olga szerint a következő. Egyrészt a virágok, és hogy ezt olyan formába elhelyezni, ugye, hogy eladható legyen. Tulajdonképpen van nekem egy kolléganőm, akivel ugye együtt kaptuk ezt a díjat, és ő valamikor dekoros volt, és ővel együtt ezt nagyon jól meg tudjuk oldani, mert ő a fizikai dolgokat jobban látja, mit hogyan lehet elhelyezni, és akkor ugye így együtt nagyon jól tudunk összedolgozni. Fontos esztétikai és rendezettségi kérdés Pécs kirakatainak és főleg a belváros kirakatainak dekoratív megjelenése. A jó kirakat közérthető, figyelemfelkeltő és esztétikai élményt nyújtó, mondja Girány János alpolgármester. Vannak olyan szervezetek, vannak olyan művészek, kirakatrendező szakemberek, akik meg tudnak felelni az ilyen esztétikai igények adta elvárásoknak, és ennek megfelelően tudnak kialakítani szép kirakatokat, dekorációkat és egyéb más esztétikus megjelenési formákat, és nyilvánvalóan mindenki számára egy kellemesebb, jobb érzés egy ilyen környezetben élni, egy ilyen környezetben a mindennapjait tölteni, mint egy egyébként nem odafigyelt helyzetben, talán egy kicsikét sivárabb vagy szürkébb környezetben élni. Mindenképpen a város igényességét sugározza egy-egy ízléses, jól berendezett kirakat. Az adventi kirakatverseny fő támogatója a Pécs Holding ZRT volt. December 24-én és 31-én is lesz hulladékszállítás Pécset azokon a területeken, ahol a csütörtök a szállítási nap. Szintén elviszik a szemetet december 26-án és 31-én, valamint 2016. január 2-án is azokban a körzetekben, ahol ezekre a napokra esik a rendszeresített szállítási nap. A szolgáltató, a Biokom arra kéri a lakosságot, hogy az edényeket az adott napokon reggel 6 óráig helyezze ki az utcákra. Egy debreceni és két nagy budapesti egyesület mögött az országos eredményességi ranglista 4. helyén zárta az idei évet a pécsi Forma Fit Sport Aerobik Egyesület. Az Európa-bajnokságról egy ezüstéremmel tértek haza a felnőttek, de a juniorok is megmutatták magukat a kontinens viadalon. A Forma Fit ese 1999. júniusában alakult. Az egyesület jelenleg 50-60 sportolónak biztosít sportolási, illetve versenyzési lehetőséget. Az elmúlt 4-5 évben újra népszerű lett a sportág. A Magyar Kupa fordulóiban is, a nemzetközi porondon is szépen szerepelnek a pécsiek. Sikeres évet zártunk 2015-ben. Minden évben van egy országos ilyen egyesületi rangsor, ahol egyesületünk a debreceni és két nagy budapesti egyesület után a 4. helyet szerezte, tehát
azt gondolom, hogy sikeres évet zárhattunk. Ezen kívül Európa-bajnokságról ezüstérmet hozott az egyesületünk, junior kategóriában is kint voltunk a tanítványainkkal, úgyhogy elégedett vagyok. Az aerobikosok a Magyar Kupa fordulókon Basic, Challenge és Step, valamint Sportaerobik, Aerodance és Aerostep versenyszámokban mérhetik összetudásukat. A hosszú évek munkája beérett. A felnőttek mellett a fiatalok is szép eredményeket értek el idén. Elégedett vagyok, azt gondolom, nehéz felkészülésen vagyunk túl. Ugye a válogatott versenyzőkkel a sok utazás mindig megnehezíti a felkészülést. Azt gondolom, hogy a junior tanítványainknak ez első körben idén alakult úgy, hogy ennyit kell utazniuk. Ez nyilván ehhez egy ütemezést hozzá kell igazítani, úgyhogy nehézkes volt, de nagyon sikeres a végére, úgyhogy nagyon pozitívnak ítélem. Pihenésre nem sok idő jut. Az edzők már készítik a 2016-os koreográfiákat, és a hazai, valamint nemzetközi megmérettetésekre koncentrálnak. Híradónk végén főbb témáink egy-egy mondatban. Beléptek a 21. századba, 23 milliárdból újult meg a klinikai betegellátás. Kihirdették az adventi kirakat verseny eredményeit, egy véleményen a közönség és a szakma. Az országos eredményességi ranglista 4. helyén a Pécsi Forma Fit Sport Aerobik Egyesület. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!